Néha napján elcsodálkozom, miért folytatom egyáltalán az életemet. A nevem Himari, és az életemből tíz évet egy alaksorban töltöttem, miután elrabolt egy Kato nevű férfi. Egy férfi, aki egyáltalán nem volt ember. Kato megbénított engem az élettel kapcsolatban. A legelején kezdem, hogy segítsek nektek megérteni. Az év 1999 volt, az utolsó évem az én igazi életemben. Annyira élénken emlékszem rá. 1999 december december 2-a. Azafelé mentem az iskolából. Minden olyan gyorsan történt. Egy kis teherautó tűnt fel, és én mindent tudtam a kockázatról, és az idegenekkel kapcsolatos veszélyekről. Ám minden tudásom semmit sem jelentett én egy apró lány voltam, ő pedig egy embernek alig nevezhető valaki, aki a kis teherautó hátsó részében nyalábolt engem, mielőtt akár csak egyet sikolthattam volna. Kloroformmal elkábított, aztán lüktető fejjel tértem magamhoz egy élénk rózsaszín szobában. A szoba szemkápráztatóan színes volt, de ahogy jobban megnéztem, egy igazi horror helyszínről rántottam le a leplet. A hámló, rothadó tapéta, a padlón korózó csótányok, Szúnyogok szívták a véremet, amíg aludtam. A bőrömön mindenhol perzselő fájdalomra ébredtem. Ő igazából egyáltalán nem volt ember. Nem számít, hányszor mondom ezt. A későbbiekben meg fogjátok érteni. Ha belenéznétek abba a hideg, számító szemébe, teljesen megértenétek. Te szeretett vagy mondaná nekem. Minden reggel elmondta nekem ezt, és minden este. Ez a három szó volt az egyetlen dolog, amit mondott nekem, és hamar megértettem, hogy kínlateli kiáltásaim semmit sem jelentenek számára. Idegen és módszeresen kínzott engem, eltörte a végtagjaimat, hogy mozgásképtelenné tegyen. Sokszor eltörte, hogy semmiképpen sem működhessenek megfelelően. Sikoltoztam, segítségért könyörögtem. ám ő csak mosolygott. Rémletes, embertelen mosolyjal, és aztán kiejtette azokat a szörnyű szavakat. Te szeretet vagy. Én pedig gyorsan megtanultam elfogadni a sorsomat. Egy borzasztó napon elkövettem azt a hibát, hogy megkíséreltem a szökést. Kato olyan nyugodt volt, olyan szörnyűségesen nyugodt. Másnap lejött az alaksorba egy fotóval a kezében. A szüleimet ábrázolta a kép a nappaliban saját otthonokban. Ez figyelmeztetés volt, miszerint kató tudta, hol lakom. Aztán felemelt egy kis tolkést, és dühötten kaszabolni kezdte vele a fotót, lyukakat vágva a képen a szüleim szemébe. Mániákusan szaggatta a fotót, míg végül teljesen eltűnt az arcuk. Az elmémet megtörte a rettegés. Ő pedig bólintott, ismét kimondva azokat a szavakat. A pszichológiai kínzás épp eléggé rettenetes volt, ám ez csak töredéke volt annak, amit ő engem elviselni kényszerített. Az éhezés volt a legrosszabb. Nem tudjátok, milyen igazán éhesnek lenni. Az emberiség korlátai közé szorítva. A testem felemésztette önmagát. Ez történik, ha napokig, sőt hetekig semmit nem eszel. És mivel alultáplált voltam, alig vettem észre a többi dolgot, amit művelt. Az ujjaim belenyomorodtak abba, ahogy az ajtót karmoltam, segítségét kenyerögve. Ez borzasztóan fájdalmas volt, de a kín elhalt egy sokkal nagyobb fájdalom mellett, amelyet összeaszalódott gyomromban éreztem. A mentális kínzás megtört engem, ahogy néztem az ujjaim csonkjait, és sikoltoztam, és csak arra tudtam gondolni, hogy majd azt akarja, egyen meg az ujjaimat. Elértem az éjségnek ezt a fokát, és a félelem megnyomorít valahányszor visszaemlékszem rá. Éheztem és túlléptem azt a pontot, amikor embernek érezném magam. Miután egy hete és a földön feküdtem kínomban, ránéztem a jobb lábamra, és csak arra gondoltam, milyen íze lehet. A gondolat pedig sóvárgással vált. A csúcsponton aztán behozott valami ételmaradékot, hogy azért életben tartson. Egyébként soha sem élt hozzám illetlenül, minden feltételezés ellenére, de valóban szüksége volt rá, hogy ezt tegye. A maga fedde módján volt illetlen, olyan módon, ami felülmúlta az emberi vágyakat. Kato elméjében nem volt helye a nemi vágynak, mert nem olyan volt az elméje, mint egy átlagos emberi lénynek. És már kezdtem azt hinni, hogy azért hajtogatja folyton azt a három szót, mert önmagát akarja meggyőzni saját emberi mi voltáról? Nem csak engem, hanem elsősorban önmagát. Te szeretett vagy, de nem voltam szeretett általa. Ez a szörnyeteg nem ismerte ennek a szónak a jelentését. A tény, hogy megütött, miközben érzelemmentes arca a bámultság, mindent elmondott nekem az ő ürességéről. Az érzelmek teljes hiányáról jéghideg páncéjában. Megütött engem, hogy érezzem valamit, és ez eredménytelen törekvés volt. A végén már semmitől sem szenvedtem. Katosoha sem változott. Az emberiségnek még töredékét sem tapasztalta meg. Ez röviddel az új Évünneplése után történt 2010-ben, amikor megtaláltak egy bizarr baleset során, ami viszont megmentette az életemet. Egy csapat részek tínédzser tántorgott a katóháza előtt lévő gyepen. Egyikük elvágódott a füvön a saját hányadékában fuldokolva, a barátai körbevették. Alaksori hálószobám egy apró résén keresztül láttam őket. Hangosan sikoltoztam a hangszigetelt ablak mögött. Az egyik lány váratlanul meglátott. Nem hallottam semmit az üveg mögött, de láttam az arcán, hogy sikoltozni kezd az én volt kiabálásom láttán. Egy rosszul léttel küzdő fiatal lány az alaksori börtönben rácsok mögé rejtve tíz éven át. Amikor a megtalálásom után megvizsgáltak, csontvitkulásom és izomsorvadásom volt az alsó végtagjaimban, vaxi hiányos vérszegénységem volt, és még számtalan egészségügyi problémám. Nem tudtam önállóan járni, és emlékszem, hogyan éreztem magam abban a szobában. Nem törődtem a fizikai kimerültségemmel sem, csak az ételre tudtam gondolni. Kató egy évtizednyi ítéletet kapott a bűneiért. Nem elég sokat. Én tíz évet töltöttem rácsok mögött. Tehát lehet, hogy igazságosnak érezték, hogy ő ugyanannyi büntetést kapjon. De nem érdemel néhe meg, hogy többet szenvedjen, mint én. Azt akarom, hogy soha ne szabaduljon ki. Nem érdemli meg, hogy szabadon járjon odakint azok után, amit velem szemben elkövetett. A testem túlélte, de a lelkem nem. Himari meghalt azon a napon, 1999-ben. Csak a földi porhüveje maradt belőle. 1982-ben történt. Éppen egy késő nyári biciklitúrát élvezte. Szeretek kalandozni a környéken, a nap órái folyamán, gyönyörködve a lemenő napban, sőt kérezve az alkonyatban. Valamikor ez békés volt. Most már nehezen tudok rá visszaemlékezni, mert nem látok mást, csak azt a két fiút, amint eltorlaszolják az utat, felém tartva mielőtt reagálni tudtam volna. Nem kanyarodtam félre időben, a lábam összetalálkozott a biciklimmel, én pedig a kavicsokra zuhantam. Dajszuke, mit csinálsz? Kiáltotta rémült Akiko. Dajszoke elvigyorodott és elsétált. Még Akiko oda rohant hozzám, hogy talpra segítsen. Annyira sajnálom, a barátom egy idióta. Mondta felsegítve engem, miközben zokogtam. Te Akani vagy, ugye? Szipogva bólintottam. Gyönyörű név, Akani. Kedvesen hangzik a számból, mosolygott. Nem értem a gyomromban támadó érzést, valami kavargó érzés, amitől felállt a hátamon a szőr. Semmi nem volt a kikó szavaiban, ami kiakaszthatott volna, de a mosolya hamisnak tűnt a szememben. Jól vagyok, suttogtam. Nem vagy jó, sohajtott felő, a vállamat dörzsölgetve. Segítek neked hazajutni, Akane. Édes Akeni. Nem nagyon volt lehetőségem versenyezni velük. Na jó, ez hazugság. Egy csomó lehetőségem lett volna. De megdermesztette a félelem, miközben hazafelé mentem az idősebb fiúkkal az oldalamon. Ő folytatta a beszélgetés Daisukéről. Arról, hogy milyen gyermetek fiú, és hogy Akane azt érdemli, hogy férfiak legyenek körülötte, ne pedig kisfiú. Akiko állandósította az ötletet, hogy ő az én szőke hercegem, a megmentőm, de én nem voltam erre belőle. Az egész környék tudta, hogy ez a két fiú közel áll egymáshoz. Csak haza akartam érni, és minél messzebb lenni tőle. Apu várni fog rám, és ő majd elriasztja Akikót, gondoltam magamban. Játszottál már árokban? kérdezte váratlanul Akiko, oldalra döntve a fejét. Az országút szélén lévő sár felé fordítottam az arcomat volt ott egy lyuk a földben, körülvéve fákkal. A helybeli gyerekek sokszor játszottak itt, mint a féle természetes bicikli vagy göldeszka Ám én csak a városban bringázom, feleltem. Pedig olyan jó móka Akani, mondta Akiko, és ragaszkodott hozzá, hogy forduljunk balra. Mutatok neked néhány tükköt a bicikliddel. Én nem tudok tükköket, hagyogtam nagyot nyelve. Csak haza szeretnék menni, Akiko, de köszönöm szépen a segítségedet. A fiú a homlokát ráncolta, a szeme elsötétült. Nem mutatsz valami nagy hálát, csak egy akarok lógni vele, Te igazán csodálatos lánynak látszol. Ez minden. Ha ilyen durva maradsz, legközelebb nem segítek. Ki tudja, hogy Dysoka mit fog csinálni, ha legközelebb találkoztak? Ki akarod találni? Könnyek folytak végig az arcamon. Vadul megdáztam a fejemet, és a fiú után toltam a biciklimet. Bementünk a fák közé, el a főúttól, aztán megálltunk egy meredek ároknál. Tudom, hogy okos lány vagy Ekané. Mosolygott rám borzasztóan. Egy édes, okos lány. Miért nem teszed le azt a biciklit egy pillanatra? A félelemtől borzongva azt tettem, amit a fiú mondott. Ő pedig odament hozzám, és elkezdte letörölni a könnyeimet. Nem kell többé sírnod, mondta közelebb hajolva hozzám. Most már biztonságban vagy. Velem mindig biztonságban leszel, ákáni. Ez itt az én környékem, látod? És ekkor a fiú csókolgatni kezdett engem. Olyan gyorsan történt, és sokkal nagyobb és erősebb volt nálam. Sírtam félelmemben, ahogy rám erőltette magát. Aztán az agyamban valami mélyen felolvadt, és én a harcot választottam erőteljesen a szájába haraptam. A fiú hátra tántorodott, felövöltve kinyában, miközben vérző igyekezett tápolgatni. Azt üvöltözte, hogy te szemét Előre lódulva, és mielőtt meg tudtam volna védeni magamat, nagyot lökött rajtam, én pedig belezuhantam az árokba. A bukámra estem, ami fájdalmasan kificamodott. Fájdalmamban sikoltozva igyekeztem talpra állni. A fájdalom nagyon súlyos volt. A ballában nem volt elég erős ahhoz, hogy megtartsa a súlyomat. Várj itt takani, marogta a fiú előhúzva a telefonját. Van egy hívásom. Keresztül kúztam az árkon négy kézláb, reszketve a bokámban érzett fájdalom miatt. Miközben a könnyek végtelen patakja folyt végig az arcomal. De Daisuke, üveltett a telefonjába. Igen, igen, elkaptam őt. Megharapott. Ó, ne aggódj, nem fog sehova sem menni. Az árokban kúszik, mint egy megsebzett állat. Igen, persze, meg fogjuk szelidíteni. Ne aggódj, be fogjuk idomítani. Meg fogja tanulni, hogyan méltányolja az ő mesterét. Szóval, a többieknek, tudják, hogy melyik árokról van szó. Igen, azaz a főút melletti. Tíz perc múlva találkozunk. A fiú letette a telefon, közben sikerült az árok másik végébe kúsznom. Hallottam, hogy ekikóla csúszik a másik oldalon. Hová, hová, Kenny? kérdezte sóhajtva. édes édesekeni. Nem is vagy te olyan édesekeni. Nem én döntöttem el. A barátaim nem sokára itt lesznek, és megtanítanak rá, hogy egy lánynak hogyan kell tisztelnie egy fiút. Hová rohansz? Nem foglak bántani. Csak tanítani akarlak átformálni, és arra, hogy a beódolás sokkal kevésbé fájdalmas, mint a harc. Elájultam. Talán inkább a félelemtől, mint a fájdalomtól. Amikor pedig magamhoz tértem, egy arctalan raktárban találtam magam fiúktól körülvéve. Fiúktól, akik sokkal borzalmasabban használtak engem, mint amilyen akik nem kíváncsókja volt az áruknál. Inkább nem is önteném szavakba. A verések alapvetően megváltoztattak. Nem csak fizikailag, még mindig bicegek. És a bal szemem látása sohasem állt helyre. A fájdalomnak ennél sokkal mélyebb hatása volt. A fizikai fájdalom elszenvedése mentálisan is megtört. Teljesen megváltoztam. Üres lettem. Hideg, majdhogy nem érzéketlen. A fájdalmai majdnem egy hónapig tartottak végül is a fizikai sérülések mentettek meg. A fiúk elvesztették a vágyat irányomba, miután annyira csúnyán összevertek, hogy szinte egy rothadó kajló formáltak. Inni akartam, hogy megundorodtak a saját akciójuktól, de nem volt kapacitásuk az efféle mély gondolkodásra. Csupán egy darab hús voltam számukra, amitől esztétikailag visszajogtak in már, ezt pedig a magam előnyére fordítottam. Felcsillant valami túlélési ösztön álmémben, és amikor kezdtek nem rám figyelni, helyettem egy másik szegény lányjal kezdtek foglalkozni, akit elraboltak. Kihasználtam ezért a helyzetemet a menekülésre. Az egyik fiú nyitva hagyta az alaksori ajtót, én pedig a házi telefonhoz futottam, és hívtam a rendőrséget, miközben az új lányjal, emivel szórakoztak, előkészítve őt a legszörnyűbb dolgokra. Egy gyálik felfegyverzett osztag rontott a házba, letartóztatva a hitvány gengstereket. A lány szenvedett, de nem annyira, mint én. És ezért hálás vagyok. Ő inkább mentális sebeket szerzett, mint sem fizikaiakat. Én még mindig abban a szobában rothadok. Soha sem hagytam el igazán lelkileg. Magamat nem mentettem meg. Te megmentettem Emmit, és ez nem semmi. Mindenki szeret suttogni a negyedik emeletén élő remetéről, Mr. kobayashi -ról hikikomori. Ez egy japán szó a társadalmi kirekesztettségre, és ugyancsak erre az elszigetelt emberre, aki fehér krétával firkálta össze a bejárati ajtaját. Nem vagyok nyomozó, csupán a közvetlen szomszédja. Minden nap el kell haladnom kabályási lakása előtt. Mindig úgy éreztem, mintha egy mély út lett volna előttem, és sietve haladtam el a 11-es számú lakás előtt. A férfi léte mindig egy rossz életű anyára emlékeztetett eldobta az életét, amikor én még kisfiú voltam. A házunkat elöntötte a depresszió, és az utolsó hónapban képtelenek voltunk meggyőzni, hogy el kellene hagyni a szobáját. Vagy egyáltalán az ágyát. Minél nagyobb nyomást igyekezett apám gyakorolni rá, annál rosszabb állapotba került, még végül. Nos, végül is már öt éve laktam abban az apartman épületben, anélkül, hogy láttam volna a titokzatos embert. Voltak éppen egyik lakó sem látta, csak a létezéséről tudtunk a házinénitől, Mrs. grisham -től. Még sohasem láttam őt a maga húsférmi voltában, mióta csak beköltözött mondta nekünk. Amikor Tyson megkérdezte, hogy ez mikor történt, Mrs. Grishman azt válaszolta, hogy 2012-ben. Törékeny fickó volt, de különben teljesen átlagosnak látszott. Mindig igyekeztem tiszteletben tartani a magánéletét. Fotókat küld nekem a lakásról, ezért soha nem hatoltam benyomozás céljából a lakásába. Végtére is ez voltak éppen egy betegség. Mélységesen sajnálom ezt az embert. Egy nyilvánvaló kérdés jutott az eszembe. Honnan tudja, hogy nem hat meg? Kérdeztem tyson nagy mulatságára. Mrs. Grishman elmosódott, és a szemét forgatta. Tudom, hogy a házi uraknak és házi néniknek gonosznak kell lenniük, de én tartom a kapcsolatot a bérlőimmel. Mr. Kobayashi és én telefonon beszélünk, ami a fő dolog mindig idejében fizeti a lakbét. Nagyon szép barna borítékban, de nem mondom meg, hová teszem. Maguk kis tolvajok. Ja, a lagbé hiszen erről szól az egész. Mondta Tyson. Mrs. Grisman összevonta a szemöldökét. Na, és mi a helyzet az étellel? Érdeklődtem. Hiszen csak ennie kellene. Amennyire tudom, mindig a tűzlétrát használja, hogy felvegye a rendelését, mondta Mrs. Grisham. Persze, ők sem látták soha, csak ledobják a csomagot a földre, minden esetre örülök, hogy megtalálta a módját, hogyan éljen. Nincs esetleg valami nagy öröksége? kérdeztem. Csak próbálom kitalálni, miből fizeti a számláit, talán az OnlyFans szex vigyorgott Tyson. Mrs. Grisham felsóhajtott. Ennyi elég már a plegykából. Élveztem a beszélgetést az ilyen jókedélyű fiúkkal, mint maguk, mint mindig. Soha megmondaná Frejának, hogy késésben van a lakbére? Megtettük, amire a házi nénink kért, és lementünk a nem lakásából. Egyikünk se nézett Mr. Kobayashi ajtajára. A tréfálkozásaink ellenére féltünk attól a lakástól. Az az úgynevezett szó Hikikomori annyira divattyú múltnak tűnt, és valahogy mégis, mintha figyelmeztető lett volna. Én mindig hittem az ilyesmiben. A múlt éjszaka pedig, mintha kísérteties hangok hallatszottak volna a lakásából. Nehéz légzés, gurgulázás, és egy borzalmas pillanatban, mintha egy ősbána övöltése és bénította volna meg az egész testemet. Szájla a földre, Sean, vihogott Tyson. Jobb lesz, ha a barátnőd lakásában vász rám. Vagy ne száll az már a te lakásod? a szememet forgattam. Még nem Tyson, nevetett. Sehogy sem látom be, miért laktok ti még mindig külön lakásban. Különben pedig meg kell néznem a babát, majd ott találkozunk. Gyakran átcsodálkozom azon, hogy Tysonnak, aki a legéretlenebb begyén, akivel valaha találkoztam, felesége is gyereke van. Rebecca és Jack. A csodák sohasem szüntek meg a negyedik emeleten. Azon az estén Tyson, Rebecca, Freya és én a barátnemnél vacsoráztunk. Jack a kisbaba üldögélt, és izgatottan visongott a nagy székben. Mondott neked Sean valamit a fejleményekről Mr. Kobayashi illetően? Kérdezte Tyson a térdén lovagoltatva Jacket. Freya a szemét forgatva felmordult. Már megint Mrs. Grisham zaklattátok ti ketten? Végül csak jutunk valamire, vigyorogtam. Mr. Kobayashi azért csak kommunikál a világgal. Nem hallhatott meg. Ha meg, mondta Rebeka, ugyancsak a szemét forgatva. A rejtély megoldódott, nem hanyagolhatnánk most már ezt a témát. Piros, kiáltott fel vidámon Jack az ablakra mutatva. A tűzlétre felé néztem, észrevéve egy futárnőt piros kabátban. Ó, nézzétek, koncogtam. Az egyike lehet Kobayashi látogatóinak. Most, hogy mondod, – Én már láttam itt korábban is ezt a nőt – mondta Freya. – Ki mer oda menni Kobayashi ablakához? Tyson felhorkant, aztán áttatta a kisbobát a feleségének, és felállt módjára tántorogva. – Senki – mondta Rebecca. – Azt hiszem, már elég volt a borból. Menjünk vissza a saját lakásunkba, és fektessük le aludni Jacket. Tyson morogva beleegyezett, és a pár összekapta a cuccait, mielőtt az ajtó felé indultak volna. Miközben Freya Rebekával cécselt, Tyson felém hajott. A lehelletén olcsódi körszaga érződött. Odébb is hoztam a fejemet egy nem tetsző glimasszal. Csináljunk egy fotót Mr. Kobayashi lakásáról. A tűzlétáról. mogyogta. 500 dolcsiért meg mernéd? A szememet forgattam. Menj haza a is. Túl kevés? Oké, okay, oké. Okay. 800 600 dolcsi. Suttogta Tyson, miközben vihogva megnyitotta a paypal a telefonján. Várjál csak, én nem szivatlak küldjél nekem egy képet, vagy nem is, videót, küldjél nekem egy videót, legyen 700. Spiccos voltam, de távolról sem olyan részeg, mint Tyson. Sokkal inkább ura voltam a szellemi képességeimnek, hogy visszautasítsam az ő ostoba merészségét, de mégis elfogadtam. Hát ez Dolce egy fotóért, a bolondnak is megéri. Tudtam, amit tudok persze, nincs az a pénz, amely arra ösztönözne, hogy felmásszak a tűzlétrán. Jó éjszakát kívántam fejának, azzal mentve ki magamat, hogy még dolgom van. Ez persze fél igazság volt. Felmentem hát az én sötét lakásomba, a tűzlécsánál lévő ablak felé csak ki kellett másznom, tíz lábnyi távolságot megtennem és készíteni egy fényképet. Hagytam egy csuprot az ablakomban és gyengéden neki a fémlépcsőnek, amely a mi apartman épületünkhöz kapcsolódott. Azután elosontam a 11-es szám előtt és szemügyre vettem Mr. Kobayashi ablakát. A telefonom leszkető kezemben volt és az ujjam az exponáló gomb felett lebege. Reméltem, hogy a barátom nem lép vissza az üzlettől, amikor adott. Bekapcsoltam a bakot, mert úgy véltem túl sötét lesz ahhoz, hogy felismerhetem legyen bármi is a visszavonult ember lakásában. Ám amikor benéztem az ablakon a férfi elsötétített lakásába, fényt vetve a telefonommal a koszos üvegtáblán, valami hihetetlenül borzalmas dolgot láttam. Fogalmam sincs, miféle fotót küldhetett Mr. Kobayashi Mrs. Grishmannek a lakás ellenőrzéshez, de azt hiszem, azt nem fette fel, amit én láttam akkor éjszaka. Az oroszlán kivilágítatlan barlangjában véres testrészek lógtak a plafonról. Ústrófák egész gyűjteménye. De az igazi borzalom a szoba közepén feküdt. Mr. Kobayashi térdelt és egy holtestet boncolt. Mellette a széken egy piros kabát. A futárhölgy. Összeharaptam a számat, visszatartva egy kitörni készülő sikoly. Az idősebb pánférfi számomra nem is tűnt törékenynek. Karcsú este volt, de erőfeszítés nélkül vagdalta áldozatát. Egy kivágott darabot az ajkai felé vik mint aki valami különleges étkezést készül. Aztán Mr. Kobayashi megtorpant, amint észrevette a telefonon fényét, amely megvilágította gonosz munkálkodását. Amikor az ablak felé fordult, megkörültem az arcától. Kobayashi száját vérborította, az áll a lazán csüngö. aztán borzasztó hangot adott ki. Egy jaj veszékelésszerű sikoly. Hátot a telefonomat a fémrácsok és a tűzlétre alatti padlózat közé. Néztem, ahogy zuhan a kihalt sikátorba

Elkúztam a saját ablakom felé. Kobayashi lakásának csendje kísértett. Mégis vágytam rá, amikor meghallottam a baljóslatú hangot. A hiki komori újai kinyúltak a nyitott ablakon, én pedig üvöltöttem, miközben átmásztam a párkányon a saját lakásomba. Sietve becsuktam az ablakomat és behátráltam üres, sötét lakásomba. Férfi bekerült a látóterembe. Nem volt köztünk más, csak egy vékony ablaküveg. A tűzlét ráról nézett engem. Nézett a borzalmas szemeivel. Én pedig Szintén csak nézni tudtam rémülten, ahogy a fejével verni kezdte az ablaküveget, berepesztve azt, miközben öljöngbe ügyetlenkedett a mögötte lévő korláttal. Nem tudtam oda nézni az iszonyattól. Megéreztem a hátam mögött a bejárati ajtót, és végül kijutottam a folyosóra. Bezárva magam mögött az ajtót, betöltővek hangját véltem hallani, aztán csak rémséges csend. Dörömböltem Freya ajtaján, ő pedig beengedett. Látva a kísérteti és arc kifejezésemet, rögtön látta, hogy nem valami rossz tréfáról van szó. Azonnal hívta a rendőrséget, nem ez volt az első eset, hogy hívni kellett őket. Eltűnők bejelentett esetei kötöttek most már az öreg emberhez, de eddig nem volt bizonyíték. Amikor a rendőrség behatolt a 11-es lakásba, Mr. Kobayashi már nem volt sehol. Bár kísért abban az elsötétített lakásban, alig volt embernek nevezhető.